A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 84. Zsoltár első versét, Ó seregeknek Istene! Leülve a 436. éneket énekeljük. Ma az ige hirdetés és az úrvacsora lényegéről tanít minket, és ez az ének nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit a Biblia az úrvacsora jelentőségéről tanít. Annál nagyobb figyelemmel kövessük a szövegét és énekeljük szívből. 436. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei Atyánk, áldunk téged azért, hogy a terített asztal különösen is abból tesz bizonyosakká minket, hogy szeretsz bennünket, és adni akarsz nekünk. Köszönjük, hogy nem bottal várod azokat, akik téged keresnek, úgy, ahogy megérdemelnénk, mert te olyan Isten vagy, aki nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk a mi álnokságaink szerint. Tudjuk, Urunk, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled, de áldunk azért, hogy te mégis magadhoz hívsz, fogadsz, és ajándékokkal gazdagítasz meg. Bocsáss meg mindazt, amivel az elmúlt héten vétkeztünk ellened és egymás ellen. A mi bűneink szintén emlékeztetnek arra, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy te végképp nem érdemeink szerint ajándékozol, de még csak nem is a mi szükségünk szerint, hanem a te végtelen nagy isteni gazdagságod és irgalmasságod szerint. Áldunk azért, hogy többet adsz, mint amire feltétlenül szükségünk van. Köszönjük, ha ezt továbbadhattuk az elmúlt napokban másoknak. Bocsáss meg, ha nálunk maradt. Segíts pótolni mulasztásokat, kiigazítani tévedéseket. Köszönjük, hogy bizalommal hozhatjuk eléd mindnyájan a magunk mostani szükségét. Így könyörgünk hozzád azokért és azokkal együtt, akik most gyászban vannak. A te szent lelked adjon nekik igazi vigasztalást, olyat, amit mi egymásnak nem tudunk adni. És segítsd őket, hogy túllássanak a könnyeiken, emlékeiken, és lássák és komolyan vegyék a láthatatlanokat is. Téged magadat, életnek és halálnak diadalmas urát. Kérünk, hogy te szólj most hozzánk a te igéden keresztül. Tedd az emberi szót a te önmagadról való bizonyságtételeddé. Engedd, hogy jobban megismerjünk téged, hogy tudjunk növekedni a kegyelemben és a te megismerésedben, hiszen te magad mondtad nekünk, Úr Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Segíts ebben növekednünk, és közben engedd tapasztalnunk, hogy te leleplezel, de feloldozol, hogy te leveszed rólunk bűneinknek terhét, megtöltöd a szívünket reménységgel, békességgel, adsz erőt a terheinkhez, és valóság lehet az, amiről énekeltünk, és amit most újra kérünk, hogy Jézus lelke, szent kegyelme kiáradjon ma reánk. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 26. részének 26-tól 29-ig terjedő verseiből olvasom. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek, Atyám országában. Eddig az ige. Kedves testvéreim, ma mind a két Isten tiszteleten itt vannak közöttünk azok, akik életükben először fognak úrvacsorázni ma. A mi gyülekezetünk életének szép ritmust ad az, hogy minden hónap utolsó vasárnapján
úrvacsorai közösségben vagyunk együtt. Emlékszem arra, amikor ide kerültem a gyülekezetbe, feltűnő volt, hogy ezeken az utolsó vasárnapokon egy kicsit mindig többen voltunk, és az istentisztelet előtt ünnepélyes csend volt. Sokan imádkoztak magukban, nem volt a szokásos beszélgetés, aztán utólag derült ki, hogy sokan otthon már készülnek a szent vendégségre, önvizsgálatot tartanak, és imádkozó, hálaadó, bűnbánó szívvel jönnek az úrasztalához. Talán így csendesedhettek el a tanítványok is, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán váratlanul megszólalt, és ezt mondta nekik, amit itt most olvastunk. Ez nem tartozott hozzá a megszokott és mindnyájuk számára ismert páska liturgiához. Vége felé tartott a vacsora, következhetett volna az, hogy most már egy kicsit diskurálunk egymással, és akkor Jézus nagyon ünnepélyesen megszólalt, vette a kenyeret, áldást mondott, ez már nem tartozott a megszokott liturgiához, megtölte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Nem nehéz elgondolnunk, hogy ott ültek vagy feküdtek Jézus körül, az asztal körül, mindegyiküknek ad egy darab kenyeret, és nem tudják, hogy mit csináljanak vele. Fogják a kezükben, majd megmondja biztos. És megmondta: vegyétek, egyétek. Így fogják összetölni az én testemet, ahogy én most ezt a kenyeret összetöltem. Aztán ugyanígy odaadja nekik a nagy kelyhet, ami ott volt az ilyen ünnepi asztalon. Ígyatok ebből mindnyájan. Jó, hát ezt máskor is tették, de most jön a magyarázat. Mert ez a pohár az új szövetség. Mert az én véremmel bűnbocsánatot szerzek nektek. Ez teljesen új volt. És a végén jön a parancs, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És amikor Pál apostol mindezt leírja, egy kicsit kibővítve és megmagyarázva, ő is azzal kezdi, hogy én az Úr Jézustól vettem, amit most mondok nektek, és ő magyarázatként beleszövi, hogy valahányszor ezt cselekszitek, az Úrnak a halálát hirdessétek, egészen addig, amíg majd ismét eljön. Másodszor is eljön. Ami múlt vasárnap konfirmált testvéreinkkel, meg a nagy gyülekezetben is, többször beszéltünk már arról, hogy mi is az úrvacsora lényege, és hogyan lehet helyesen úrvacsorázni. Én most ezt nem akarom elismételni, de szeretném azt a négy szempontot elsorolni, amire Jézus figyelmeztet minket, mikor az úrvacsorát szerezte, és ami ott van Pál apostol korintusi levelében is, amit minden úrvacsora előtt föl szoktunk olvasni. Négy fontos eseményre emlékeztet az úrvacsora. Négy fontos állítást közöl velünk Jézus Krisztus, amikor ilyen szemléltető oktatásban részesítette a tanítványokat, és tulajdonképpen minden úrvacsorai közösség alkalmával mi is szemléltető oktatásként láthatjuk azt, amit egyébként sokszor hallottunk már az evangélium hirdetése során. Ez a négy fontos állítás a következő: Jézus meghalt érted, Jézus élni akar benned, Jézus szolgálni küld téged, és Jézus vár rád a mennyben. Jézus meghalt érted, az Úrnak halálát hirdessétek, valahányszor úrvacsoráztok. Ezt olvassuk a korintusi levélben. Jézus közvetlenül az ő kereszthalála előtti estén szerezte az úrvacsorát, és parancsolta a tanítványoknak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Miért az Úr halálára kell emlékeznünk az úrvacsorakor? Azért, hogy soha el ne felejtsük,
hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor kifizette a váltság díjat értünk, és aki ő benne hisz, az szabad. Az nem a rabszolgája többé a bűnnek. Így olvassuk ezt a Péter levelében, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ahogyan egy rabszolgát, ha kifizette az árát a gazdájának, a vevő, a saját tulajdonának tekinthetett, és a régi rabtartónak többé semmi köze nem volt hozzá, és nem nyomorgathatta tovább, ugyanúgy váltott ki Jézus minket az ő vérén, mint váltságdíjon, a bűnnek, a halálnak, a kárhozatnak, az ördögnek, a pokolnak, mindenféle nyomorúságnak a rabságából. Az úrvacsora erre is kell, hogy emlékeztessen bennünket. Ezért jogosult a bűnbánat mellett az az öröm és hála, amiről ez az énekünk szólt. Azért javasoltam, hogy ezt énekeljük, hogy ezzel az örömmel jöhetünk mindig az úrasztalához. Aki Jézusban hisz, az szabad, nem rabszolgája többé semmi sötét hatalomnak. De az Úr halálára kell emlékeznünk a tekintetben is, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, abban a pillanatban végig hasadt a jeruzsálemi templomban az a vastag kárpit függöny, ami elválasztotta a szentek szentjét a templomépület többi részétől, mutatván, hogy Jézus haláláért megnyílt az út Istenhez. Én nyomorult ember, akármilyen volt is a múltam, Jézus érdemében reménykedve közvetlenül mehetek a mindenhatóhoz úgy, hogy azt mondhatom neki, Atyám. És ezt Jézus az ő halálával tette lehetővé. És ugyanígy az ő halálával tette lehetővé azt is, hogy akármilyen szennyesek a gondolataink, az indulataink, az egész életünk, tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. És amit valaki így bűnbánattal ő eléje letett, és hiszi, hogy arra bocsánatot kapott, azt, ha eszünkbe juttatja is az ördög később, újra és újra a hálaadása alkalom az, hogy megköszönjük, köszönöm, Uram, hogy ezt is megbocsátottad nekem, és ettől is teljesen tiszta vagyok. És az egyszerű jelek, a falat kenyér és a korgy bor arra való, hogy amilyen biztos, hogy a kezünkbe fogjuk majd azt a kenyeret, és a szánkba tesszük, olyan bizonyos, hogy mindez a nagyszerű dolog, amit Jézus az ő halálával elvégzett, személy szerint mirejánk is érvényes. Erről is meg akar győzni minket. Erre emlékeztet, ebben tesz bizonyossá. Vagyis az úrvacsora a hitünket kell, hogy erősítse. Ez történik minden úrvacsorakor, amit a fülemen keresztül hallottam, de nem merem egészen bizonyosanra venni az evangéliumot, azt kiábrázolva látom a szememmel, kezembe foghatom, számba tehetem, egészen bizonyos lehetek abban, hogy amit a Szentírás arról mond, hogy Jézus az ő halálával elvégzett, azt elvégezte, és az éreám is érvényes. Örülj szívem, vigadj lelkem, minden okod megvan rá, még akkor is, ha pár perccel előtte folytak a könnyeid a bűnbánat miatt. Ebben erősít meg minket az úrvacsora. De Jézus nem maradt a kereszten. Ezért is nem használunk mi olyan keresztet, amin rajta van a test, mert nem maradt ott az ő teste, de nem maradt a sírban sem, mert a harmadik napon dicsőségesen feltámadott, és az ő feltámadásának az egyik legnagyszerűbb gyümölcse az, hogy a benne hívőkben is élni akar. Lelkiképpen hitáltal, most ezt ne részletezzük, de valóság lehet az, ugyancsak mindannyiunk életében, amit Pál apostol így ír le a Galata 2:20-ban,
élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig e testben élem, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Az a Jézus, aki meghalt érted, élni akar benned. És ezt is szemlélteti az úrvacsora, mert amilyen valóságosan az a falat, kenyér és korty, bor egyé válik velünk, ugyanilyen valóságos az a lelki egység, az a hitbeli közösség, amit Jézus Krisztus a benne hívőknek ad. Ezért mondotta ő azt, hogy maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. Az új életben járásnak ez a vele való közösség a nagy csodája. És itt azt kell tudnunk, és akkor is mondom, hogyha ezt már mindenki el tudná mondani, azt kell tudnunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy én a hívő jobb ember leszek, hanem ez azt jelenti, hogy ahogy olvastuk, az atyáimtól örökölt hitvány természetem mellé kapok egy másik természetet, a Jézus természetét, mert Jézus akar élni bennem a hit által. És ez például ilyeneket jelent, hogy amikor fölmérgesítenek, akkor nem ordítozom, mint régebben, hanem akkor is szelíd és türelmes maradok, és esetleg azért aggódom, aki feldühített, vagy hátratételt okozott nekem, hogy vajon mi lehet az oka, hogy ő ilyen természetű ember. És ez nem önfegyelemből következik, hanem azért, mert Krisztus él hitáltal a hívőben. A legtöbbször ezek az emberek maguk csodálkoznak azon, hogy hogy tudnak úgy viselkedni adott esetben, ahogy, mert régebben nem az volt jellemző rájuk. Régebben csak egy természetük volt, amelyik velük született, és az olyan, amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten. Most meg egy új természet is van bennük, és Jézus képes a rosszra is jóval válaszolni, a bántásra is szelídséggel válaszolni, megvalósul az ilyen ember életében az, ami a hegyi beszédben olvasható, hogy szeressétek ellenségeiteket, jót mondjatok azokról, akik rosszat mondtak rólatok, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és kárt okoznak nektek. És ez nem azt jelenti, hogy megjobbult az illető, hanem azt jelenti, hogy Krisztus él valóságosan a hit által a szívünkben. Nem mindig egyenletesen ilyen szépen történik ez, itt is vannak változások, de alapvetően az a változás jellemzi az ilyen embert, hogy él benne Krisztus. Nem mindig engedjük szóhoz jutni a bennünk élő Krisztust, arra kell törekedni, hogy mindig ő legyen az Úr. És a harmadik az, amire a János evangéliuma hívja föl a figyelmünket, János tudnélik nem írja le az utolsó vacsorának ezt a részét, amit itt olvastunk, és amit a másik három evangélium leír, hogy tudnélik Jézus egyszer csak megszólalt, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez nincs benne, de benne van valami, ami meg csak ott van. Hogy a vacsora végén fölállt, fölgyűlte a ruháját, letérdelt, és végig mosta a tanítványok lábát. És amikor a tanítványok nem értik, hogy miről van szó, akkor megmagyarázza nekik. És megmagyarázza nekünk is, hogy miről van szó az úrvacsorában. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt kérdezte tőlük. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek is ezeket.
Mert Jézus azt mondta magáról, hogy ez az ő alaptermészete. Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Elegészen odáig, hogy adja az ő életét váltságul sokakért. Ez Jézusnak a szokása. Ez fakad belőle. Ez az attitűd jellemzi őt, hogy azonnal észrevette, kinek mire van szüksége, és azonnal kész volt megadni azt neki. Zákeusnak arra, hogy rehabilitálja őt a nyilvánosság előtt, a samáriai asszonynak arra, hogy rendbe tegye az életét, és így tovább sorolhatnánk, Péternek nagypéntek hajnalán csak egy szempillantása, hogy találkozzék a tekintetük, miután letagadta, hogy ismeri az ő megváltóját. Mindenütt úgy volt jelen Jézus, hogy kinek mire van szüksége, és azt kész azonnal adni. Nem véletlen az, hogy amikor Péter Kornéliusznál járt, és egy mondatba akarta összefoglalni, hogy mi jellemzi Jézust, akkor ezt mondta, széllyel járt jót tévén. Ez Jézus. És ilyenekké akarja formálni azokat is, akik ő benne hisznek. Mert ha ő széllyel jár jót tévén, azok, akik csak ugyan tanítványai, és ott járnak vele együtt, azok is tanulják meg, hogy tegyenek jót. Legyen természetük az, hogy nem én várom, és elvárom, hogy nekem szolgáljanak, hanem kész vagyok én szolgálni. Példát adtam nektek, és mivel Jézus valóban benne él a hívőben, ezért képes is erre. Nem ő szedi össze magát, hogy néha cselekedjek már valami jót, aztán számon tartja minden jótettét, hanem észre sem veszi, hogy jót cselekszik, mert ez az életformája, ez a természetes neki. Teljesen szokatlan volt abban az időben, hogy egy mester a tanítványok lábát megmossa. Fordítva, természetesebb lett volna, de szomorú, hogy erre nem került sor. Ezért magyarázza meg nekik Jézus, hogy aki az ő természetének ad helyet magában, annak a számára ez természetes lesz. Mert ő egyszerűen használni akar bennünket, és ez nagy kiváltság. Használni akarja a kezünket, az időnket, a pénzünket, irányítja a tekintetünket, ad nekünk irgalmas szívet, megtanít arra, hogy tegyen félre a magam sürgős munkáját, ha valakinek még sürgősebb, hogy segítsek neki, megtanít arra, hogy vedd föl a másik terhét is, és könnyebb lesz a magadé is, és ilyen furcsa törvényszerűségekkel ismerkedünk meg majd az Isten országában. De ehhez Jézusnak ezt a szolgáló életformáját kell megtanulnunk. Az örömszerzésnek a programját állítja itt Jézus a benne hívők elé. Az örömszerzés a Krisztus tanítványok szenvedélye. Próbáljátok ezt ki mindenféle emberi kapcsolatban. Hogy változik meg az élet? Ráállni arra, hogy örömöt szerzek a páromnak, ha valaki házasságban él. Függetlenül mindentől, hogy ő most milyen, meg mit csinált, meg mit nem csinált, meg én sose kapom meg. Örömöt szerezni. Örömöt szerezni a családon belül. Gyerekek egymásnak, gyerekek a szülőknek, szülők a gyerekeknek, mindenki a nagyszülőknek. Örömöt szerezni a nehéz szomszédnak. Örömöt szerezni egymásnak az iskolai közösségben, a munkahelyen, és így tovább nem részletezem. De részletezzük magunkban otthon. És engedjük, hogy Isten rámutasson, hogy hol szerezhetnénk sok-sok örömöt úgy, hogy a szinte semmibe nem kerülne nekünk. És megváltozna, és meg fog változni az élet körülöttünk. Ezt nevezi Jézus lábmosásnak. És a negyedik, amire nagyon ritkán szoktunk gondolni az úrvacsoránál, bevallom, én egy-egy gyakorban adok hálát ezért Istennek, az a két pici szó, amit Pál apostol utána tesz, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. És érdekes, hogy erről Jézus részletesen is szól, itt, amikor a tanítványoknak beszél az úrvacsoráról. Mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szöllőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek
atyám országában. Miről beszél itt? Itt ők most úrvacsoráznak. És azt mondja Jézus, hogy az ő számára ez az utolsó ilyen alkalom volt. De lesz majd egy ehhez hasonló, egy igazibb az atya országában, majd veletek, amikor a benne hívők is ott lesznek. Vagyis minden ilyen egyszerű úrvacsorai közösség utal egy csodálatos, nagy mennyei örömlakomára, ahol az örömnek soha többé nem lesz vége, ahol nem hitben járunk már, mint itt, hanem látásban. Meglátjuk a mi Urunkat, meglátjuk az ő dicsőségét, sőt az ő dicsőségében részesít minket, nyomorultakat, el se tudjuk képzelni, én legalábbis nem tudom, hogy milyen lesz az, de valami nagyon szép és nagyon csodálatos lesz, és minden egyszerű úrvacsora emlékeztet arra is, hogy erre a nagy vacsorára készülhetünk. Az üdvösségre, ahol ez a döcögős lelki közösség, ami már itt is olyan sokat jelent a mi Urunkkal, ott tökéletessé és teljessé válik, és véglegessé válik. És már most itt szabad hálát adnunk azért, hogy ez vár ránk, vagyis hogy Jézus vár ránk ott a mennyei dicsőségben. És miközben itt most nagyon sokféle gond, nehézség, betegség, veszteség, csalódás, gyász, könny kíséri az életünket, aközben tudhatjuk, hogy vár ránk egy ilyen csodálatos, nagy közösség, nagy örömlakoma, ahol az éhező bőséget kap, a magányos, szeretett közösségben élhet, és mindennek soha többé nem lesz vége. A 16. Zsoltárban olvassuk ezt. Uram, te vagy az én osztályaiszem és poharam. Te tartott kezedben sorsomat. Megismertetted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség a te jobbodon. Ez vár azokra, akik Jézust követik itt és benne hisznek. Képpel élve, de bibliai kép, a jegyesség házassággá válik, és a bárány mennyegzőjén elpecsételi véglegesen magának mindazokat, akik itt bukdácsolva talán, de mégiscsak követtük őt, és mivel őt követtük, oda érkeztünk meg, ahol ő van. De ő előre megmondja, hogy mit készít a benne hívőknek. Ezeket az egyszerű bibliai gondolatokat jó lenne, ha úgy megjegyeznénk, hogy az összefüggésük is világos lesz, és másoknak is el tudjuk mondani. Jézus meghalt, érted? És mit jelent ez? Jézus élni akar benned, és még nekem is új természetet tud adni. Jézus szolgálatba küld téged, mert ő neki, valaki egyszer ezt mondta, de jól értsük, ő neki ez a mániája, hogy mindenkinek segít és szolgál, és Jézus vár rád a mennyben. És erre éppen földi életünk legmélyebb pontjain teljes bizonyossággal és nagy hálaadással gondolhatunk. És az úrvacsora úgy mindenestül azt célozza, hogy ezt a bizonyosságot erősítse meg bennünk. Hogy a hitünket erősítse, ilyen egyszerű módon is, hogy amilyen bizonyos az a falat kenyér, olyan bizonyos lehetek ezekben is. Nem én találtam ki, nem egymást próbáljuk ezzel vigasztalni. Maga Jézus Krisztus mondta ezt nekünk, valósította meg, adott rá példát, és ad hozzá erőt ma is. És átélhetjük a vele való közösséget, és annak a megerősödését az úrvacsorában. És átélhetjük az egymással való közösséget is. Mert ahogyan én rászorulok az ő bűnbocsátó kegyelmére, úgy rászorul az összes többi is, aki itt majd felsorakozik. És ahogyan én újongva mehetek el, mert bocsánatot kaptam és feladatot kaptam, ugyanúgy adja azt az összes többinek is. E tekintetben teljesen egyek vagyunk.
egy kenyérből részesedünk, és egy kegyelemből élünk. Legyen áldott érte Isten. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy az úrvacsorát megparancsoltad a tanítványoknak, és köszönjük, hogy mi is ezt cselekedhetjük a mai napig a te emlékezetedre. És köszönjük, hogy több ez, mint csupán emlékezés. Köszönjük a veled való közösség lehetőségét, és azt, hogy újra és újra megerősítesz minket abban. Köszönjük az egymással való testvéri összetartozás csodáját, engedd, hogy tudjunk ezért is hálát adni neked. És köszönjük mindazt, amit értünk, elvégeztél, amit nekünk megszereztél, és amit a benned hívőknek kínálsz és adsz, újra és újra. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokat nyafogunk, panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, ahelyett, hogy sorba vennénk a te ajándékaidat, hogy tudnánk hálát adni azokért, és tudnánk még többet kérni, és minél többet továbbadni másoknak. Újíts meg minket, ebben kérünk, hogy ne csak üljünk és várjunk, várjuk tőled az ajándékokat, hanem tudjuk azt megköszönni, sáfálkodni vele, örvendezni neki, használni, és közben hadd tapasztaljuk boldogan, hogy te is használsz minket, dicsőségedre és mások javára. Minden alkalmatlanságunk ellenére, mert lehetséges az, hogy te élj bennünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr asztalát megterítettük, az Úr Jézus bátorító szavaival hívogatok most is mindenkit: aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, énekeljük a 437. énekünk két utolsó versét, a 437. ének 4. és 5. verseit: azért, kit bűnök rongálnak, járulj egy kegyes királynak vígörömmel szent asztalához.
a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.